Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megszorítások a piacon. Bonyhádon, szájmaszkban lehet piacolni. Munkaerőpiac. Egyelőre van munka a vendéglátóipar turizmus területén Tolna megyében. Illegális hulladéklerakók. Civilek és telefonos alkalmazás segíti a hatóságokat a szeméthalmok felderítésében. Trükkös módszerrel csalt ki pénzt. Az egész országban portyázott, végül Tolna megyében ítélték el a csalót. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be Bonyhádon a piacra látogatók számára a járványügyi helyzet miatt. A vásárlóknak és eladóknak egyaránt kötelező lesz a maszk használat szeptember 18-ától a piac területén, amit hatóságilag ellenőriznek majd. Kedden és pénteken senki ne induljon el a bonyhádi piacra maszk nélkül, ugyanis újra kötelező a használata. Egy-egy ilyen napon reggel 6 órától délután 1 óráig akár 1000 ember is megfordulhat a piac területén, és bár szabadtéri helyszínről van szó, az üzemeltető szerint szinte lehetetlen betartani a 1,5 méteres biztonsági távolságot az áru válogatása vagy megvásárlásakor. Így a helyzet újraértékelése után úgy döntöttek, bevezetik a szájmaszk kötelező használatát. Olyan döntést hoztunk, hogy szeptember 18-a péntektől kötelező jelleggel fogjuk megkérni a hozzánk betérő árusokat, illetve vásárlókat, hogy szájmaszkot kell viselniük, különben nem léphetnek a piac területére. Az intézkedést a rendőrség is támogatja. Járőrök és piacfelügyelők ellenőrzik majd, hogy mindenki betartja a korlátozásokat. A bonyhádi piac olyan speciális helyzetben van, hogy nem lekerített területről beszélünk, és mondjuk egy fő bejárata lenne. Bonyhádon 3 helyről lehet megközelíteni. Ezeken a helyeken mindenhol figyelemfelhívó táblákat fogunk közzétenni, és fertőtlenítő szereket is fogunk biztosítani. Bonyhád környékén az igazolt fertőzöttek száma az elmúlt időszakban növekvő tendenciát mutatott, ezért tartották fontosnak az intézkedés mielőbbi bevezetését. 710 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 15.170-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 9 krónikus beteg, közülük 80 70 év felettiek, így az elhunytak száma 663 főre emelkedett. Tolna megyében 162 fertőzöttet tartanak nyilván a járvány kitörése óta. Vendégek nélkül több százezer munkavállaló maradhat állás nélkül országszerte egy felmérés szerint. Tolna megyében azonban nincs ekkora visszaesés a vendéglátóiparban, turizmusban, legalábbis eddig. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, a szárnyaló belföldi turizmus és a kisvállalkozások rugalmassága mentette meg a szektort a nyáron. Azt egyelőre nem tudni, hogy az ősszel mennyi embertől válnak majd meg a cégek, és a kisvállalkozások hogyan élik túl ezt az időszakot. Megérezték a járvány hatását, ezt mondja a tolnai étterem vezetője, tulajdonosa. Jelentős bevételtől estek el a több hónapos leállás alatt. A dolgozóikat azonban megtartották, hiszen tudták, hogy később szükség lesz rájuk. Ami termelésbe kiesett, azt már visszahozni nem lehet. És azért nem egy-két napról beszéltünk, hanem egy jó pár hónapról beszéltünk. És erre mondtam azt a bizonytalanságot, hogy a rendezvények, a lakodalmak, az állófogadások, ilyen szempontból teljesen bizonytalanságban voltunk, hogy most lehet tartani, nem lehet tartani, ugye nem lehetett semmit csinálni, és ez egy kicsit kellemetlenül érintette szerintem minden egyes vendéglátóst. Bár a Központi Statisztikai Hivatal még nem közölt nyári adatokat, a GKI digital mérései szerint 2020 harmadik negyedévében a foglalkoztatottsági mutató 1-2%-ot javult. 70-100 000 munkavállaló ismét el tudott helyezkedni a belföldi vidéki turizmus látványos fellendülése miatt. Ám az ősszel a járvány erősödésével ismét kevesebb emberre lesz majd szükség a szektorban. Tolna megyében jelenleg nincs ekkora visszaesés a vendéglátóiparban, turizmusban, és nagy elbocsátásoktól sem kell tartani. Ezt mondja Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Úgy véli, eddig a szárnyaló belföldi turizmus és az állami támogatások mentették meg a kisvállalkozásokat, amik eleve hatékonyabban, rugalmasabban kezelték a járványügyi helyzetet. Nagy arányú elbocsátás az elején volt, de aztán ez megállt, és láthatóan, miután voltak állami támogatások is,
mert különböző kedvezmények adóban, járulékokban, gyakorlatilag ez megszűnt. Úgy néz ki, hogy a vállalkozók nagyobb részt megtaláltak a helyüket, igyekeztek alkalmazkodni ez a pandémiás helyzethez. Kérdéses, hogy az őszi második fázis, valamint a határzár miként hat majd a gazdaságra, és a kormány által 3 hónapra nyújtott bértámogatások kifutását követően lesznek-e tömeges leépítések. Az biztos, hogy Orbán Viktor legújabb bejelentése ismét hátrányosan érinti a vendéglátósokat. Ez szerint a szórakozóhelyeknek este 11 óra után be kell zárniuk. 150 000 forintos bírság és akár börtön is járhat az illegális hulladék lerakásért, ez azonban mégsem tartja vissza a szemetelőket. Országszerte így Tolna megyében is nagy probléma ez. Szekszárdon hulladékkommandó alakult ki a szeméthalmok felderítésére. Nekik folyamatosan jelzik a helyiek, ha szeméthalmot találnak, a kormány pedig egy telefonos alkalmazást is kifejlesztett erre a célra, amint bárki bejelentheti, ha ilyenre bukkan. Ezen a térképen azokat az illegális lerakókat jelölték be a szekszárdi civilek, amiket ők találtak, vagy amiket jeleztek számukra. Az idén megalakult szekszárdi hulladékkommandó folyamatosan frissíti ezt a térképet, amit a legnagyobb közösségi oldalon is közzétesznek. A több mint 30 feltárt szemétlelőhely közül az egyik az 56-os út melletti területen fekszik. Itt hatalmas halomban áll a használt gumiabroncs. A Palánki úton is szeméthalom csúfítja el a vasúti töltés melletti területet. A hulladékkommandó ötlete akkor vetődött fel, amikor a kormány bejelentette természetvédelmi akcióját. Ennek keretében országszerte felderítik a szemétlerakókat. Ennek célja a körforgásos gazdálkodásra való átállás, azaz minél több hulladékot hasznosítson újra Magyarország. Egy ingyenes mobil alkalmazást is létrehoztak, amin keresztül bárki bejelentheti, ha szabálytalanul elhelyezett hulladékot lát. Szabó Antal a hulladékszállításért felelős Aliszka Terra Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója azt mondja, tisztában vannak azzal, hogy Szekszárdon, valamint Tolna megye több pontján szeméthalmok alakultak ki, az odahordott műszaki cikkektől, bútoroktól, alkatrészektől, ám elszállítani csak akkor tudják, ha van rá forrás, az pedig nem mindig áll rendelkezésükre. A legtöbb illegális hulladék lerakó megszüntetésének a legnagyobb problémája az, hogy nem tudjuk megoldani saját forrásból a megszüntetést, az elszállítást, az ártalmatlanítást. Tehát mindenképpen központi forrásokat igényel. Illegális szemetelésért 150 000 forintos bírságot szabhat ki a hatóság, és akár börtönbe is zárhatják a szemetelőt a törvény szerint, mondja a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely szabadságvesztéssel is büntethető. A büntet 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha veszélyes hulladékot is érint. Szerettük volna megtudni a hulladékradarért és az országos kezdeményezésért felelős Innovációs és Technológiai Minisztériumtól, hogy egy bejelentés után hogyan történik a szeméthalom felszámolása, és miből fogják azt finanszírozni, de későbbre ígértek tájékoztatást. Több baleset történt Tolna megyében a vasúti átjáróknál. Az egyik Simon tornyán történt, itt egy teherautósofőr a vasúti átjáróhoz érve a tilos jelzés ellenére az átjáróba hajtott és letörte a félsorompó jobboldali csapórúdját. Egy pincehelyi férfi pedig Tolna Némedinél hajtott az átjáróba egy mezőgazdasági járműszerelvénnyel. A pótkocsi leakadt és a sineken megállt. A sofőr megpróbálta a kocsit a sinekről eltávolítani, de a Pécsről Budapestre tartó Intercity az ütközést nem tudta elkerülni, a pótkocsinak ütközött. A balesetben senki nem sérült meg. Trükkös módszerrel csalt ki pénzt emberektől egy az országban portyázó csaló. Azt ígérte az áldozatainak, hogy egy nyílászárók forgalmazásával foglalkozó cég munkatársaként olcsón kicseréli a házaikban az ajtókat és az ablakokat. Ehhez mindenkitől előleget kért, a munkákat viszont sosem végezte el. A férfit végül Tolna megyében állították bíróság elé, most kapott ítéletet. Idegen házakba csengetett be az ország több részén a csaló férfi, főként idős embereket vert át, Tolnán is volt áldozata. Azt mondta a sértetteknek, hogy egy céget képvisel, ami nyílászárók forgalmazásával és beépítésével foglalkozik, így pedig olcsón tudnák kicserélni az áldozatok házánál az ablakokat és az ajtókat. Többeket át tudott verni, tőlük előleget kért, amiért cserébe még számlát is adott, csak hogy azt egy már évekkel korábban megszüntetett cég bélyegzőjével pecsételte le.
A vádlott azonban a megrendelt munkákat nem teljesítette, és ez már a sértettekkel történő kapcsolatfelvételkor sem állt szándékában. A tekintettel arra, hogy ehhez nem rendelkezett a gazdasági társaság szükséges anyagi fedezettel, valamint a munkák elvégzéséhez szükséges személyfeltétellel sem. A férfit végül Tolna megyében fogták el, és az ügyét is itt tárgyalták. Összesen több 100 000 forint kárt okozott az áldozatainak, amit a bíróság előtt el is ismert. Ezért őt a járásbíróság halmazati büntetésül 2 év 3 hónap börtönfokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság továbbá kötelezte a vádlottat, hogy a sértetteknek okozott kárt térítse meg. Az ítélet jogerős, mert azt a csaló férfi és az ügyész is tudomásul vették. Átadták a játszóházat Tolnán. A beruházás állami támogatásból 400 millió forintból készült el, és ezzel az egykori laktanya épülete minden eleme új funkciót kapott. Bár az átadó megtörtént, a vírusjárvány miatt a nyitásra nem került még sor. Hivatalosan is átadták a tolnai játszóházat, és ezzel az egykori laktanya lóistálója is új értelmet nyert. Aki ide belép, biztosan nem hinné, hogy ezen a helyen lovakat tartottak, és azt is csak nehezen, hogy a Vörös Hadsereg ki tudja, mire használta az épületet. A Persze Felegnes polgármester azt mondta, még nincsen döntés arról, ki és milyen szabályok mentén üzemelteti majd a létesítményt. A játszóház felújítása az Európai Unió és a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával nyerte el jelenlegi formáját. Mindösszesen ennek a létesítménynek a megújítása, illetve az összes járulékos költség kb. 400 millió forintba került. Ma egy szakasz zárult csak le az átadással, de a vírusveszély miatt egyelőre nem nyithatja meg kapuit a játszóház. Ennek ellenére a jövőt tekintve Apelszofel Agnes, a város egyik marketing elemeként tekint az intézményre. Ez a volt laktanyai létesítmény, vagy épület együttes egy olyan központi eleme a városnak, ahol nagyon sok funkció van. Tehát akár a sport, akár a közművelődés, akár a gimnázium, akár az idősek otthonára gondolok, vagy a szállodára, ami ugyan nem önkormányzati, de azért itt van az is a szomszédban. Tehát ez is egy olyan vonzó eleme a városnak, ahol esetleg idegen forgalom szempontból is minél többen fognak látogatni. A lakosság részéről megmutatkozó igény hatására előfordult Győrén, hogy egy-egy hétvégén előre reszervezetten, bejelentetten több zömében ismert természetgyógyász, illetve az alternatív gyógyászat szerteágazó területeinek képviselői érkeztek a településre. Az éjszakát is itt töltve ingyenes szolgáltatást nyújtottak a módszereik megismerésére igényt tartó, bennük bízó, elsősorban győreieknek. A nagy érdeklődésre való tekintettel még nagyobbat lépett a témában Győre település. Kivitte a szélesebb nyilvánosság elé a gyógyítónapok elnevezésű 2 napos eseményt, ami már az egykori focipályán zajlott. Tucatnyi sátorban várták az érdeklődőket természetgyógyászok, ezoterikusok, pszichoanalitikusok, lélekbúvárok és úgynevezett csontkovácsok is. Ez utóbbiak iránt volt a legnagyobb érdeklődés. Azt gondolom, hogy itt a mi környékünkön nagyon jó az orvosi ellátás és nagyon jó munkát végeznek. Ez egy másik dolog, teljesen más életfelfogás szerintem, meg hogy itt ez arról szól ez az egész, hogy próbálják meg az embereket egészséges életmódra nevelni, meg tanítani. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Tomboló járvány, emelkedő halálozás, megelőzés, COVID-19 a szakemberek szemével. Újfajta szemlélethez, újfajta együttműködés, új gazdaságfejlesztési zóna a Dél-Dunántúlon. Közösségformálás, összefogás, Kulcsemberek klubjának találkozója Mágocson. Európában a második legmagasabb a járvány terjedése hazánkban jelenleg. A következő hetekben növekedni fog a halálos áldozatok száma is. Ezt mondta az egyetem virológusa azon a stúdió beszélgetésen, ahol a COVID-19 aktuális helyzetéről mondták el ismereteiket a szakemberek. Itt elhangzott az is, hogy a járványügyi szabályok betartása az egyetlen megoldás, amíg nincs védőoltás, illetve gyógyszeres kezelés a betegeknek. A vírustagadók pedig többet ártanak, mint maga a kórokozó, pedig súlyos járványhelyzet van hazánkban, amit tudomásul kell venni, mondták a résztvevők. El kell keserítsek mindenkit, Magyarország, Franciaország után
a második helyre zárkozott föl a lakosságra vetített járvány terjedési számokba, megelőzve ezzel Spanyolországot, és messze megelőzve ezzel jelen pillanatban Olaszországot. Magyarországon Európához képest brutálisan tombol a járvány a lakosságra vetített számok alapján. Ez a fekete igazság. Ezek a mondatok bejárták az országos sajtótermékeket szerdán. A COVID-19 járványról beszéltek a Pécsi Egyetem kutatói, vezetői az intézményben tartott stúdióbeszélgetésen. Jakab Ferenc virológus professzor arról is szólt, hogy nőni fog a halálos áldozatok száma. Ha adatokat nézzük, akkor már lehet látni, hogy ezek a halálesetek sajnos a következő hetekben nagyon meg fognak emelkedni. Mindenki félt attól, hogy most ez egy új vírus került a képbe, semmi nem történt a vírussal. Egyszerűen a járványnak ilyen a lefutása, ilyen a dinamikája. Semmi jót nem jósolhatunk sajnos a következő hetekre. Arról is beszéltek, hogy jelenleg a fiatalok körében sok a koronavírus fertőzött. Ezért azt kell elkerülni, hogy ők megfertőzzék az idősebb, veszélyeztetettebb korosztályt. Ez pedig a szájmaszk viselésével, a védőtávolság betartásával és a gyakori kézmosás kézfertőtlenítéssel lehet megtenni. Jakab professzor szerint a kételkedők, illetve a vírustagadók nagyobb kárt okoznak, mint maga a COVID-19. Nem akar velük vitatkozni, mert ennek itt nincs helye. Magyarországon járvány van, és ezt tudomásul kell venni, zárta a virológus. Hiába emelte ki a többi résztvevő is, hogy tudományos bizonyítékok alapján valós kórokozóról és járványról van szó, az interneten a hozzászólások zöme mégis a vírustagadóktól érkezett, akik újra kétségbe vonták a tudományos tényeket. Más szemléletet képvisel, mint a korábbi tervek a peremvidékek gazdasági fejlesztéséhez a kormányzat új elképzelése, mondja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Síkfői Tamás már egyeztetett a Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna vezetőjével, hogy milyen elképzelései vannak a megye fejlesztésére. Ehhez azonban újfajta együttműködés kell a gazdasági szereplők és a döntéshozók között. A koronavírus járvány alatt és után a gazdaság megerősítése, az idei recesszió után a gazdasági növekedés gyors helyreállítása a kormány legfontosabb célja. Ezért a kormány 4 gazdaságfejlesztési zónát hoz létre, hogy elősegítse a koordinált és kiegyensúlyozott területi fejlesztéseket. Eddig a pontszerű fejlesztések voltak jellemzőek a Dél-Dunántúlra is, amin most változtatnak, mondja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Kialakult most egy új rendszer, ez a gazdasági övezetek rendszere, ami eldől, hogy képes-e más megoldást kínálni. Ugye Mikes Éva a kormánybiztos asszonnyal tárgyaltunk erről, a kamara véleménye teljes mértékben az, hogy operatív programokat kell kidolgozni, olyan vállalati fejlesztéseket, önkormányzati fejlesztéseket kell egymás mellé rendszerbe szervezni, ami erősítik egymás szinergiákat, vált ki, és valóban képesek a környezetükre további fejlesztési hatást gyakorolni. Mikes Éva a Dél-Dunántúli Fejlesztési Zónáért felelős vezető, ezért egyeztettek a helyi kamarával. Síkfői Tamás azt mondja, nincs olyan kiemelt iparág vagy terület, amelyik előnyt élvez. A kulcsszó az a versenyképesség, és ugye a világon lévő új kihívások, akár a digitalizáció, akár a robotika, de ugyanúgy az élelmiszeripar, turizmus, mindenki beletartozhat. Az a lényeg, hogy versenyképes legyen, és lehetőleg exportkimenete legyen. Nekünk ez a legfontosabb. Ehhez azonban kell a helyi döntéshozók, cégek együttműködése is, úgy, hogy ne csak a saját érdekeiket vegyék figyelembe, hanem ezen túlmutatóan alakítsák döntéseiket, ami hat majd az itt élőkre, mondja a helyi iparkamara elnöke. Turisztikai, kulturális, oktatási, közlekedésbiztonsági és városrészi fejlesztések sora zajlik Siklóson, mintegy 2 milliárd forint értékben. A cél, hogy Siklós élhetőbb, modern város legyen, ahol nagy hangsúlyt kap a várkert felújítása is, amely több száz éves történelemmel, a tenkes kapitánya legendájával rendkívül vonzó turisztikai célpont. Folyamatban van az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása, zajlanak a kisebb járdaépítések, valamint közterületi utcaburkolatok jóléti és közösségi terek felújítására vonatkozó beruházások, de emellett több, nagyobb projekt is fut. Az oktatási intézményeink, 2 általános iskolánk a tankerület fejlesztése révén mintegy 1 milliárdos nagyságrendű Európai Uniós és magyar kormány által támogatott forrásból tud megvalósulni, illetve van 2 olyan futó Európai Uniós projektünk, amely még az előző
városvezetés és az előző ciklus benyújtásának eredményeképpen mi újra gondolván most kerül megvalósításra. Ezeknek a nagyságrendje a zöldváros projektünk, ami a Várkertet érinti, mintegy 400 millió forintos nagyságrend, és van egy közlekedésbiztonsági projektünk, egy körforgalom és kerékpárút építés, amely 140 millió forintos nagyságrend. A közösségformálás, az összefogás, együttműködés volt a központi témája a Kulcsemberek klubjának találkozóján. Az Alsó-Mocsoládi önkormányzat szervezésében az Északhegyháti mikrotérség településeiről érkeztek résztvevők. Az eseményen elhangzott, fontos, hogy ebben az időszakban különösen figyeljünk egymásra. Újabb találkozón vettek részt a Kulcsemberek, ezúttal Mágocson. A baranyai település szomszédja, Alsó-Mocsolád vezetősége szervezte a Kulcsemberek klubja elnevezésű rendezvényt. A program célja, hogy a környező településeken élő, eddig önállóan együttműködés nélkül tevékenykedő vezető személyiségek közösen képessé váljanak arra, hogy tudatosan és felelősen gondolkozzanak a térség jövőjéről. Nagyon fontos az, hogy lássuk meg, hogy együttműködésben, közösségben, összefogásban mi mindent lehet tenni. Most épp egy ilyen nagyon fontos, nagyon szép példát mutattunk meg Mekényesről, ami nincs összefüggésben a vírussal, mert hogy a vírus helyzet előtt egy folyamatot mutatnak be annak függvényében, hogy mi mindent tud tenni egy közösség annak érdekében, hogy jól érezzék magukat a településen. Ez volt a mostani találkozó központi témája. A vírus helyzet rányomta a bélyegét a települések életére, ezt sem hagyhatták figyelmen kívül a konferencián. Mint az Dicső László stábunknak elmondta, az Alsó-Mocsoládi idősek otthonában is új intézkedéseket vezetnek be, amellett, hogy jelenleg látogatási van érvényben. Készítünk egy látogató szobát, aminek keretében egy fal fogja elválasztani a látogatót a látogatottól, és látni azért látják egymást, mert hogy üvegből lesz ez a fal, tehát hogy mégis valamiféle közelséget engedünk, de természetesen úgy, hogy nem tudnak érintkezni, de kommunikálni tudnak, és látják egymást. Az egészségügyi szabályok betartására a Kulcsemberek klubjában is nagy figyelmet fordítottak. A résztvevők, akik az Északhegyháti mikrotérségből érkeztek, mindannyian hangsúlyozták, hogy ebben az időszakban különösen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra és tiszteljük embertársainkat. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Megszorítások a piacon. Bonyhádon szájmaszkban lehet piacolni. Munkaerőpiac. Egyelőre van munka a vendéglátóipar turizmus területén Tolna megyében. Illegális hulladéklerakók. Civilek és telefonos alkalmazás segíti a hatóságokat a szeméthalmok felderítésében. Trükkös módszerrel csalt ki pénzt. Az egész országban portyázott, végül Tolna megyében ítélték el a csalót. Pénteken kicsit csökken a hőmérséklet, véget ér a nyár az őszben. Napos, száraz időre van kilátás, hajnalban 10 fok alatti hőmérséklet lesz jellemző, néhol 5 fok alá is hűlhet a levegő. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!